Sziasztok, mindenáron vagyok ismét, Ocean Sailing-essel YouTube csatornája. Most a téma az útvonal tervezés. Tehát egy példát fogok most bemutatni, egy egyszerű példát, csak a lényeget akarom átadni. Itt vagyunk Tenerife déli részén, és megyünk La Palma szigetnek, a Santa Cruz a fővárosához, a szigetnek a központi kikötőjébe, és az itt a feladat, hogy mondjuk így meghúzom a vonalat. Először csinálunk egy távolságmérést. Tehát, hogy itt vagyunk, a világító toronytól jöttünk, és akkor ide rakjuk oldalt, és a távolság 70 és fél tengeri mérföld. 70 és fél nautic miles, vagy tengeri mérföld. Ugye egy perc az egy mérföld, és a divider, vagy körzősítségre tudunk távolságot mérni. És akkor az irányt. Ugye reggel indulás előtt megcsináljuk még a passage plant, az útvonaltervezést, hogy még később milyen irányba kell mennünk. Többfajta vonalzó van, most éppen ezt fogom bemutatni, vagy bemutatunk mást is. És az a lényeg, hogy itt egy segítő vonalra rátesszük, meg a segítő vonal legyen az észak-délem. A vékony vonal, amit meghúztam, az ugye menjen át a közepén. És akkor ahol metszi a vonal, ez olyan 305 fok mondjuk, legyen 305 fok. Tehát a true course a 0-305 degree. És akkor itt, amiről beszélgettünk az előző videóban, variációnál, hogy miért is fontos a variáció, hogy a kompassz kurszt úgy kell kiszámolni, hogy a true kurszból kivonjuk a variációt, meg kivonjuk a deviációt. Ugye a deviációt mi most úgy nullának tekintjük ezen a hajón, és a variációt meg ugye 4 fok 38 perc nyugat, mi azt felkerítjük 5 fok nyugatra, tehát az azt jelenti, hogy a variáció, a kompassz kurszunk az 305 fok, mínusz 5 fok, tehát 300 fokot kell tartunk a kompasszon majd egész nap, és most ugye azt számoltuk, hogy ilyen 5 csomóval megyünk átlagban, tehát és az idő most 12 óra, illetve induláskor mondjuk 10 óra volt, tehát a 70 és fél mérföldet elosztjuk ugye 5 csomóval, nagyjából 14 óra lesz az érkezési idő. Mi elindultunk, emlékeim szerint talán ott voltunk 10 óra a local time-kor, tehát ugye ez a departure time és az estimated time arriving, az etánk, az olyan éjfél lesz, ami általában ezen a szakaszon ez szokott lenni.